nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Leköszönő képviselők, utolsó döntések Pécsen, létszámot növelnek a polgármesteri hivatalban. Megrendezik a második Nővei Világtalálkozót, gazdag program a pécsi gimnáziumi évek jegyében. Jár két keréken dolgozni az egyetemre, nyereményjáték díját adó. Étellel, itallal várták a kerékpárosokat Pécsen. Bringás reggelit tartottak a főtéren. Utolsó döntéseit hozta meg a pécsi közgyűlés jelenlegi összetételében kedden. Ennek ellenére olyan létszámbővítést fogadott el a baloldali többség a polgármesteri hivatalban, ami a lejáró cikluson túl is hatással lesz az önkormányzatra a polgári oldal szerint. A mostani városvezetők azt mondják, szakmai indokai vannak az új munkatársak alkalmazásának. A polgármester köszöni meg munkájukat és ad búcsú ajándékot a leköszönő képviselőknek a pécsi közgyűlésben. Az ő szavazatukra is szükség volt a baloldalon szeptember 17-én, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítését átvigyék az utolsó testületi ülésen. A létszámbővítésre szükség van, mondta az alpolgármester. Kb. 30 főről beszélünk, a vitatott létszám talán 6 fő, 24 esetben semmilyen vita nem áll fönn. Ugye az azt jelenti, hogy sem a hagyatéki ügyek, sem a lakásügyek, sem a klímavédelmi osztály. Ugye a klímavédelmi osztály miért fontos? Mert jövőbeni uniós közvetlen pályázatok előkészítésébe sokkal nagyobb fokozatba kell kapcsolni. A kommunikációs központ kapcsán van egy régi vita. Tehát ebben az a kérdés most, hogy melyik oldalról akarom nézni. Egyrészt az, hogy a kommunikációs központnál addig az volt a vita, hogy sokba kerül. Csak a nyomdaköltség évente 100 millió forint volt, ebből lehet faragni az átszervezéssel úgy, hogy a hivatalhoz kerülnek a városi sajtókiadványok, véli az alpolgármester. A kommunikációs osztály fő feladata a turizmus erősítése lesz Ruzsa Csaba szerint. A polgári oldalon attól tartanak, hogy a baloldali propagandalap munkatársai és a városvezetéshez köthető emberek kerülnek be a döntéssel a polgármesteri hivatal munkatársai közé, ezt tették szóvá az ülésen. Szándék kizárható lenne, akkor nem most még a mostani többséggel kívánta volna a polgármesterről megszavaztatni ezt a személyi változások tömkeregét tartalmazó előterjesztésre, hanem azt mondta volna, hogy van egy ilyen javaslatom, beviszem az új közgyűlés elé, meg leegyeztetem az ottani képviselőkkel, pécsiek ezt várták tőlem, kezdjük el a munkát együtt. Ehhez képest még itt az utolsó pillanatban átszusszakolni egy ilyen jelentős előterjesztést, ennek nem lehet más az üzenete, mint valamiféle hatalmi átmentés és a választói akaratnak a megerőszakolása. Ez lehet a háttér. Csizmadia Péter kérte a napirend elnapolását, de ezt leszavazták balról. A Tiszta Kezek frakció vezetője is ugyanezt kérte, de ő sem járt sikerrel. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy tulajdonképpen trójai falovak-e ezek a státuszok, és kíváncsi vagyok arra a szakmai minőségre, amivel majd megtöltik ezeket a pozíciókat. Én biztos, hogy partner leszek abban, hogy a szakmai frissülés, vagy az újító kreatív gondolatok azok hangsúlyosabbá váljanak, és az viszont valóban egy komoly félelem, hogyha mégis azt tapasztaljuk, hogy ide nem szakmai alapon kerülnek be ezekbe a státuszokba az emberek, hogy akkor így tudjuk őket lecserélni. Ebben én azt gondolom, hogy kell egy kis bátorság, meg egy komoly elhatározás. Végül az új közgyűlés munkába lépése előtt két héttel a városvezetői oldal régi képviselőivel megszavazták a létszámbővítést a polgármesteri hivatalban. Ez idén 47 millió forint, jövő évre pedig 290 millió forint többletkiadást jelent a pécsi önkormányzatnak. Sokan regisztráltak már eddig a második Lővei Világtalálkozóra, melyet szeptember 21-én rendeznek a pécsi gimnáziumban. A megnyitót a díszteremben tartják, ahol közösen emlékeznek az iskolában töltött múltról, és ünnepi műsort adnak a résztvevő egykori és mai diákoknak, tanároknak, szervezőknek. A héten lehet még regisztrálni, de a helyszínen is megtehető. Már javában készül a pécsi Lővei Klára gimnázium a második Lővei Világtalálkozóra. Idén az iskola udvarára is kiterjesztik az ünneplés lehetőségét. A tavalyi sikeres hagyományteremtés ötletadója Zalai Szabolcs igazgató volt. Az idei találkozó főszervezője Beregyné Szőcs Anna Mária tanárnő. A felépítése a programnak nagyjából az lesz, mint tavaly volt, de egy kicsit kibővítettük az időt és a tereket.
Tehát már délelőtt várjuk a vendégeket osztálytalálkozókra, és egészen este 11 óráig egy közös bulival fogjuk zárni a napot, tehát este is tovább leszünk. A tereket pedig annyiban bővítettük ki, hogy a sportudvarunkat egy hatalmas sátorral fogjuk lefedni, tehát az időjárás sem fog idén közbe szólni a programoknál. Ott is szervezünk koncertet, kvízt, és az esti bulit is oda tervezzük. A belső terekben is lesznek kiváló programok. Közel 20 jelenlegi és volt tanár tart majd nosztalgia órát. 15 volt lőveista életút beszélgetésen vesz részt. A díszteremben a találkozások terén a gimnázium 5 tagozata mutatkozik be, tette hozzá a főszervező tanárnő. Valós cél az, hogy egy kicsit visszavonzuk a volt lőveistákat ide az iskolába, hiszen mindenkinek ez a 4 év a középiskolában az életének egy meghatározó időszaka volt, szívesen gondol vissza rá, nagyon szép emlékei vannak, ezek közül tavaly számosat hallottunk is, egy-egy helyen, ahol megálltunk, emlékeztek a volt lőveisták, hogy itt ez volt, ott az a terem volt, itt ez történt, az történt. Tehát nosztalgiázni várjuk őket, illetve azért is várjuk őket, hogy egy élő kapcsolatuk maradjon fent az iskolával. A pályaorientációs napokon is lehetőség van meríteni a volt lőveistákból. Szeretnének kapcsolatot teremteni egymással a generációktól, földrajzi távolságoktól és tagozatoktól függetlenül. A rendezvényen adománygyűjtési lehetőség is lesz. A rendezvény mögött a Lőveiért Alapítvány áll, iskolánknak az alapítványa, és az alapítvány számára gyűjtünk támogatást. Az alapítványnak sokféle célja van, most ebben az évben kimondottan az alsó tornatermünk felújítására gyűjtjük a beérkezett összeget, hiszen tudjuk, hogy a megnevelkedett testnevelés órák száma miatt erre nagyon nagy szükség van. A Lővei Világháló megszervezésével a világ minden tájára szétszóródott, mintegy 10 000 egykori diákot kívánják elérni, megszólítani. Tavaly Amerikából is regisztráltak, idén is Európa számos országából érkeznek volt lőveisták, de az ország távolabbi pontjairól is várnak régi diákokat. A héten lehet még regisztrálni az interneten, de a helyszínen is van erre lehetőség. Rövid híreink következnek. A Magyarországot is elérő árhullám miatt az elmúlt napokban több országos közúton is korlátozásokat kellett bevezetnie a magyar közútnak, írják közleményükben. A jelenlegi helyzet alapján a következő napokban elsősorban a Duna mentén további útlezárásokra számíthatnak a közlekedők. Ezért a közútkezelő már most arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról, útviszonyokról a www.útinform.hu oldalon, ahol listába szedve gyűjtik az árvízi helyzetben érintett utakat. Nagyon fontos, hogy a korlátozásokat az autósok minden esetben vegyék komolyan és tartsák be. Ne próbáljanak meg áthajtani, hiszen könnyen élet- és balesetveszélyes helyzetekbe kerülhetnek. A közútkezelő valamennyi érintett vármegyében a legmagasabb készültségi fokozatot rendelt el mérnökségei körében, hogy a korlátozások életbe léptetését és szükség esetén az árvízi védekezést is teljes kapacitással segíthesse. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szeptemberben fokozottan ellenőrizte a közlekedőket Pécsen. Ennek eredményeképpen szeptember 10-én például 4 óra alatt 51 szabályszegést észleltek, amit intézkedés követett. A leggyakoribb jogsértések a következők voltak: biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, kézben tartott mobiltelefon használata, megállási kötelezettség elmulasztása és sebesség túllépés. A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, nem csak önmaguk, hanem mások védelme érdekében is. A Járj két keréken dolgozni az egyetemre elnevezésű PTS Zöld Egyetem programban résztvevőknek rendeztek nyereményjáték díjátadó ünnepséget. A márciusban indult kerékpározási program 4 hónapja alatt több 100 kilométert tettek meg a résztvevők otthonuk és az egyetem között. A program célja a környezeti fenntarthatóság és annak népszerűsítése volt. A nyereményjáték ünnepélyes átadója alkalmával a kerékpározáshoz hasznos komplett felszerelést vehetett át Bandi Szabolcs Ajtony főnyereményként. Ő ugyanis 4 hónap alatt 320 kilométert tett meg munkába járása során, viszont az egyéb programjaival együtt 500 kilométert sikerült kerékpároznia.
Kettő oka is volt, az egyik az egyetemnek egy korábbi programjában sikerült bringához jutnom az egyetem részéről, és nagyjából ezzel egy időben láttam, hogy meghirdetésre került ez a program, úgyhogy gondoltam, ha már így honorálta ezt a szándékot az egyetem, hogy bringával is közlekednék, akkor belevágok ebbe. És abszolút egy jó tapasztalat volt, megmondom őszintén, a munkában járás így még gyorsabb és mindenféleképpen élvezetesebbé is vált, mint korábban tömegközlekedéssel és vagy gyalog. Ezen a héten zajlik a mobilitási hét. Idén újdonság, hogy az egyetemi karokkal, valamint a gyakorlóiskolákkal összefogva rendezik a programokat. Tájékoztatott Navracki Fanni, a PTS Zöld Egyetem program programmenedzsere. A célunk gyakorlatilag ezzel az, hogy az egyéb kerékpáros programok mellett, ami nyilván egész évben fontos, de az időjárás viszontagságai miatt nem mindig van erre lehetőség. Arra sarkaljuk a munkatársakat, illetve a hallgatókat, diákokat egyaránt, hogy minél inkább kerékpárral közlekedjenek, és támogassák a zéró emissziós közlekedést, illetve hát erre sarkaljuk őket. Nagy hangsúlyt fektet a Pécsi Tudományegyetem a környezeti fenntarthatóságra és annak népszerűsítésére, ezen belül is a közlekedés fenntarthatóságára vagy a fenntartható közlekedésre. Ez Decsi István kancellár mondta. A városi közlekedésben a kerékpáros közlekedés egy ilyen fenntartható forma, és nagyon sok pozitívumot hordoz magával, akár a kerékpárjárók egészségére gondolunk, de a napi életet is megkönnyítheti, hogyha valaki tudja így szervezni az életét, akár a közlekedésre, a közlekedi dugókra, vagy a parkolásra gondolunk. Épp ezért indult el ez a program, illetve a kerékpáros közlekedés népszerűsítése. Már tavasszal volt egy felhívásunk, amire nagyon sok egyetemi polgár jelentkezett, akkor az egyetemi kerékpárokat helyeztük ki hozzájuk, és biztosítottuk a használatot számukra. Ezt követően pedig indult a mostani nyereményjátékunk, aminek keretében több mint 1000 fénykép érkezett be, amiben azt mutatták be az egyetemi polgárok, hogy aznap bizony kerékpárral jöttek. Mindez ennek a közlekedési formának a létjogosultságát mutatja. A tapasztalatokat szeretnék a következő időszak fejlesztéseinél felhasználni, tette hozzá a kancellár. Egyetemünk már több alkalommal nyerte el a kerékpáros közlekedés címet, és ennek az együttműködésnek is köszönhetően a KTI-vel most egy tesztprogramba veszünk részt, a pedelek kerékpároknak a tesztprogramjában, aminek keretében 2 munkatársunk egy másfél hónapig még használja ezeket a kerékpárokat, és az itt lévő tapasztalatokat is szeretnénk mi is hasznosítani. A nyereményjáték alkalmával a kerékpározáshoz szükséges felszerelési eszközöket lehetett átvenni a szerencséseknek, a jár két keréken dolgozni az egyetemre elnevezésű PTE Zöld Egyetem program során. Bringás reggeli tartottak a Széchenyi téren kedd reggel. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tartották az eseményt. Ennek célja a környezetbarát közlekedés népszerűsítése az egész kontinensen. Kerékpárost vendégelnek meg a pécsi Széchenyi téren. Kedden reggel tartották a Bringás reggeli elnevezésű eseményt, ahol a kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt a cél, úgy, mint ezen a héten egész Európában. Az Európai Mobilitási Hét keretében a mai reggel biciklis reggelivel vártuk a kerékpárral érkezőket. Rétest hoztunk, illetve amellett, hogy megreggelizhettek, és ezzel is próbáljuk azt ösztönözni, hogy minél többen választják a kerékpáros közlekedést, illetve elismerjük a bringásokat. Emellett a rendőrség is jelen van, és ők különböző tájékoztató anyagokat hoztak, illetve különböző szemléletformáló anyagokkal is készültünk. A kerékpáros közlekedés segít a levegő minőségének javításában, ezért is fontos népszerűsíteni. Aki a városban él, érzi azt, hogy a levegő minősége szempontjából sem mindegy, illetve a reggeli zsúfoltságban sem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközt választunk. Sokan közlekednek ma már biciklivel Pécsen, mondja a szakmai vezető. Azt érezzük a kerékpáros reggelik alkalmával, hogy egyre többen választják a kerékpáros közlekedést. Nyilván most a rosszabb idő miatt kevesebben érkeztek, de azt gondoljuk, hogy azért alapvetően népszerű ez a közlekedési forma. A pécsi bringás reggelit a Zöld Híd Alapítvány, az Ökováros Ökorégió és az önkormányzat szervezte. Európában 2002-ben az autómentes nap mellett, annak kísérő rendezvényeként egy új tematikus napokból álló rendezvénysorozat jött létre, az Európai Mobilitási Hét. Az eseményt minden évben szeptember 16-a és 22-e között rendezik meg. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
Az autómentes nap fő üzenete a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ezért szeptember 20-án pénteken az autómentes napon a Tükebusz ZRT valamennyi járatán mindenki számára díjmentesen biztosítja a közösségi közlekedést Pécs város közigazgatási területén. A hirtelen jött hideg a fecskéket is veszélyezteti. A Mentsük meg a fecskéket Facebook csoportban látható, hogy országszerte nagy a baj. Baranya vármegyei eseteket és segítséget is találunk. A Minizó Komló is jelezte, hogy 20 liter sajtkukacot tudnak felajánlani a madármentő egyesületeknek, de Pécsről is több helyre szállítottak madár élelmet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán két nagyobb egyesületet említ vármegyénkből, akiket lehet keresni fecskementéssel kapcsolatban. Az egyik a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány mentőközpontja, illetve a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. A régió híreivel folytatjuk. Megújult Kisgyalán központja az alig 200 lelkes településen több mint 50 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg a beruházás. Ennek részeként járdák és utak épültek, valamint kialakítottak egy parkolót is. Már kényelmesebben közelíthető meg a Kisgyalán központjában álló műemléktemplom, a bolt, a buszmegálló, az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, a könyvtár és az időskorúak nappali ellátását biztosító épület is. A falu központ 50,5 millió forintos forrásból korszerűsödött, ennek részeként egy parkolót is kialakítottak. Már elég idős járdáim voltak, és egy betonos megoldás volt, és hát ezek a járdák idővel tönkrementek, és mindenképpen indokolta a falu központ felújítását ez a beruházás, már a műemlék templom miatt is. Kisgyalán a beruházásra a TOP Plus keretében nyert forrást. Így terveztük, hogy az uniós támogatásból valósul meg, sajnos azonban a Magyarországnak járó ide vonatkozó forrásokat a mai napig nem kaptuk meg Brüsszelből. Azt kell, hogy mondjam, hogy köszönöm a magyar adófizetőknek, hogy a költségvetésből lehetővé tudta tenni a kormány, hogy ez a támogatás ide kerülhetett, hiszen a Magyar Falu Program, amit 100%-ban hazai forrásokból táplálkozik, a vidékfejlesztési program és a területfejlesztési programok mind-mind arra valók, hogy a vidéket fejleszteni tudjuk, hogy a vidéken való a vidéki élet az ne kihívás legyen, hanem lehetőség. Ezen az úton haladunk, és nekünk ez itt Somogy vármegyébe, mivel egy apró falvas megye vagyunk, rendkívül fontos. A TOP Plus források elnyerésében Somogy az első 5 legsikeresebb vármegyek között szerepel hazánkban. A pályázatokhoz a Somogy vármegyei önkormányzat is segítséget nyújt. Somogy vármegyében szakmai segítséget is nyújtunk ezeknek a kistelepüléseknek, hiszen projektmenedzsereink vannak a vármegyeházán, és ott azokon a kistelepüléseken, ahol nem áll rendelkezésre az a szakmai háttér, amely egy ilyen projektnek a megvalósításához szükséges, ott ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a kistelepüléseknek segítségként. Kisgyalán legutóbb a Magyar Falu programban pályázott 5 millió forintos összegre, ebből út- és járdaépítést valósítana meg a település. Jelentős árhullám vonul végig a Dunán, amelyre a Tolna vármegyei szakaszon élők már készülnek. A folyó hazánkban teljes hosszán árad, Komáromig magas, Dunaújvárosig közepes, lejjebb alacsony vízállású, áll az Országos Vízjelző Szolgálat közleményében. A Dunamenti országokat sújtó nagy mennyiségű víz elérte Magyarországot is. Nagy László, bónifoki tanya tulajdonos szombaton elmondta, hogy reggel 6 óra óta pakol, menti a menthetőt. Az igazság magára a pillanatnyi állapotra sem nagyon lehet felkészülni, mert én például 3 hete lefixáltam erre a hétvégére egy tartós hétvégi programot, amiből sajnos pakolás lett, átírt minden lehetőséget. Ezekre soha nem lehet felkészülni. Az ember már eleve úgy készül fel rá, ez már egy régi tanya, 80-as évek első felében épült, de a mai tanyákat már alapból úgy építik, hogy a mai viszonyoknak úgymond ellenálljon. Az idei évben a szélsőséges időjárásnak köszönhetően az ártéren található ingatlanokban már megszokottá vált, hogy felkészülnek a magas vízszintre. Az az igazság, hogy egy gyönyörű természetben
élni, a természetben lenni, ez nagyon szép dolog. A változatosság, a természet adta lehetőségek, ezek fantasztikusak. Csak olyan rendkívüli dolgok, mint hogy egy évben 3 árvíz van, ami különböző okok miatt történik, és néha megmagyarázhatatlan, ez elég sok kellemetlenséget okoz, mert pakolni kell, anyagi károk, nehézségek, de ebben sajnos együtt kell élni, de ebben nem tudunk mit kezdeni, de biztos, hogy kíváncsi lennék, hogy ez az egyeztetett vízkezelés, amikor aszályok vannak, nagy melegek, mindenki van száradva, és akkor hirtelen jön egy csomó csapadék, amit szerintem a vízgyűjtők vagy a vízszolgáltatás valószínűleg lehet, hogy meg tudná oldani másképpen. Tehát ez csak az én egyszerű horgász véleményem. Jelenleg a Tolna vármegyét érintő Dunai szakaszon nem érzékelhető a néhány nap múlva érkező hatalmas vízmennyiségből semmi. Addig viszont naponta körülbelül 2 métert emelkedik a folyó szintje. Hát ide jöttünk, víz is jön, akkor elpakolunk. Megelőzzük a bajt. Mielőtt elvinni, elpakoljuk, ha tudjuk. Amit el tudunk elrakunk, amit nem, azt meg reméljük, hogy nagyon messze nem viszi, és összeszedjük. Nem, de ezzel nincs mit tenni. Nyilván akinek mélyebben van, az többet pakol, akinek magasabb van a telke, az kevesebbet, de ez az élet itt. Ártéren belül ez van. Megkeresésünkre, adásunkig a vízügyi igazgatóság még nem adott ki nyilatkozatot a Tolna vármegyei szakaszra vonatkozóan szerkesztőségünknek. Vasárnap Kaposszekcsőn felavatták Havasi János Herceg Ferenc díjas újságírónak a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT idén májusban elhunyt rádiós médiaszolgáltatási igazgatójának egész alakos szobrát, ahol a főteret is róla nevezték el. A kaposszekcsői evangélikus templomban rendezett emlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, Havasi János szívügyének tekintette a hazai nemzetiségek sorsát, a határon túli magyarok felkarolását. Havasi János kiállt a magyarságért, az igaz szóért, a nemzetért, amely egyszerre jelenti valamennyiünk jelenét és jövőjét. A templomban Horváth Kálmán Tolna vármegye főispánja is méltó beszéddel készült. Tolna vármegye, de elsősorban Kaposszekcső életében ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a mai délelőtti megemlékezés. Dr. Havasi Jánosról emlékeztünk meg a templomban, illetve szoboravatásra és térelnevezésre került sor. És ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége van, hiszen dr. Havasi János magyarországi mércével mérve is az egyik legjelentősebb újságíró, író, akiről én azt gondolom, hogy halála után illő volt ez a megemlékezés. És ez azért is nagyon érdekes, mert az ötletgazdák és a mecénások halálát követően nagyon gyorsan előálltak ezzel az ötlettel. Nyilván ez is megerősíti azt, hogy Havasi János Magyarország szempontjából és a mi vidékünk, a mi kis hazánk életében egy nagyon fontos személyiség. Varga Gábor dombóvári szobrászművész alkotását a település főterén helyezték el, amelyet az újságíró után dr. Havasi János térnek neveztek el, ahol táblát is avattak a falu szülöttének emlékére. Hatalmas megtiszteltetés ért bennünket, nem is rég, pár héttel ezelőtt, amikor Parag Gyula és dr. Beréti Zsolt megkerestek bennünket, hogy szeretnének elindítani egy olyan mozgalmat, hogy legyen itt egy Havasi János szobor a településen, mert ők rendkívül tiszteletben tartják munkásságát, és tudták, hogy Kaposszekcső díszpolgára volt. Meglepő volt számunkra is az egész, hogy egyrészt szégyeltük magunkat, hogy ez nem nekünk jutott eszünkbe, de nyilván nekünk anyagi forrás gyanánt erre lehetőségünk sem lett volna. És megtisztelőnek éreztük, és a családdal nyilván egyeztetve létrejöhetett ez a szobor, aminek most az átadóján állunk. Egyrészt meglepő volt, hogy ennyi idő alatt elkészült, és ezt létre lehetett hozni. Havasi Jánosnak 2013-ban jelent meg Lánykák, az idő eljárt című irodalmi műve,
amelyet édesanyja elmesélése, levelei és saját helyszíni kutatásai alapján írt. A könyv alapján forgatták a 2018-ban bemutatott Örök tél című történelmi filmdrámát. Híradónk végén baranyai témáink. Még egyszer, röviden. Leköszönő képviselők utolsó döntések Pécsen, létszámot növelnek a polgármesteri hivatalban. Megrendezik a második Nővei Világ találkozót, gazdag program a pécsi gimnáziumi évek jegyében. Jár két keréken dolgozni az egyetemre, nyereményjáték díját adó. Étellel, itallal várták a kerékpárosokat Pécsen. Bringás reggelit tartottak a főtéren. Szerdán országszerte sok napsütés várható, kisebb eső, futózápor néhol kialakulhat. Többfelé élénk, néhol erős lesz a keleti, észak-keleti szél. Reggelre pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban 6-14 fokig hűl le a levegő, napközben 22-26 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!